Már az első félidőben 12 gólos előnyt szerzett a DKKA együttese a Békés Csaba elleni hazai mérkőzésen. Máté Fieszter tanítványai remek védekezéssel és gyors támadásokkal az első játékrészben eldöntötték a két pont sorsát. A második félidőben a hazaiak vezetőedzője így lehetőséget adhatott az eddig kevesebb szerephez jutó játékosoknak is. A dunaújvárosiak végül 33-17-re megnyerték a találkozót. Én úgy gondolom, hogy minden csapatjátéknál úgy kezdődik, hogy legyen egy jó védekező csapatod, egy jó kapus teljesítmény, az sem mellékes. Ezt ma a lányok nagyon fegyelmezetten végrehajtották, maximálisan minden utasítást betartottak, és ebből a nagyon sok szerzett labdát tudtuk gólra váltani, és felállt felelen is mondhatom azt, hogy szemnél szebb akciókat vittek véghez a lányok. Avar György a vendégek vezetőedzője kiemelte, már az első félidőben eldőlt a mérkőzés, annak köszönhetően, hogy csapata az előzetesen megbeszélt taktikai utasításokat nem tartotta be. Az első félidőben 10 kontra támadásból 9 gólt kaptunk, az meg is határozta a különbséget az első félidőre, pedig direkt beszéltük, hogy nem várjuk meg a hatoson a lendületből érkező lövőket, hanem fönt megpróbáljuk megakadályozni, vagy cserre, vagy bármire kényszeríteni, hogy ne 6 méterre kelljen nekik zicsert lőni. A válogatott edzőtábora miatt egy ideig szünetel a bajnokság. Legközelebb október 22-én szerdán az Érd együtteséhez látogatnak Máté Fieszter tanítványai.